Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves lelki gyakorlatozók, szeretettel köszöntelek benneteket a katolikus ma nagybőti ráhangolójában. Örvendek, hogy velünk tartotok a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra készülünk. Amennyiben még nem iratkoztatok volna föl a csatornánkra, Kérünk, hogy tegyétek meg, hogy a következő ráhangoló videókat is meg tudjátok tekinteni. Most felolvasnám a mai napnak az evangéliumát, és ehhez kapcsolódna majd az elmélkedésünk. Az Úr legyen veletek és a telekeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked Istenünk. Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kinyai közt föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot, és a keblén lázárt. Felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam. Küld el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben. Lázárnak pedig mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vígasztalódik, te pedig odát gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátunk hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küldelőt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is idejussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte. Van Mózesük és vannak profétáik, Azokra hallgassanak. Ám az erősködött, nem teszik, atyám Ábrahám. De ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves lelki gyakorlatozók, Jézus szeretett képszerű példabeszédekben beszélni, ami az embert megragadja, ez is egy ilyen példabeszéd. És csak Szent Lukács hozza ezt a példabeszédet, az ő külön úgynevezett saját anyaga. Érdekes, hogy Lázár megvan nevezve, a dúsgazdag nincsen megnevezve. Ezen az evangélista azt akarja, mint egy úgy sugalni, hogy a Lázár az egy kicsit foglalt. Azok nem mi vagyunk, hanem mi vagyunk azok a névtelen dúsgazdag, akiknek nagyon jól megy a sorunk, és gyakran nem vesszük észre a kitaszítottakat, a hajléktalanokat, a szegényeket, és Jézus ezt a példabeszédet, ugye tudjuk, hogy Szent Lukács a szegények evangélistája, azért mondja, hogy gondoskodjunk a környezetünkben lévő szegényekről. Mert hát, ha bele gondolunk a világban, mennyi éhező, mennyi szenvedő ember van. És a nagybőjt régente azt is jelentette, hogy a keresztények, hogyha tehát valami bőtölni akartak, akkor nem csak úgy bőtöltek, hogy most nem eszem hús, stb., hanem úgy is, hogy amit azzal megtakarítottak a bőtöléssel, azt odaadták a rászorulóknak. A kereszténységnek azért volt hallatlan nagy népszerűsége vagy vonzereje az ókorban, mert a szociális hálója az kifogástalannak bizonyult az akkori körülmények között. Ne feledjük el, hogy a, a nevezük ezt lazaretnek is nagyon sok helyen idegen szóval, tehát a, a kórházakat, a, akkor ezeket az ispotályokat, beteggondozó helyeket a kereszténység hozta létre és a kereszténységhez fűződik, hogy nem úgy vagyunk vele, mint esetleg mondjuk a buddhisták, hogy mindenki maga felelős azért, hogy szegény vagy gazdag, aztán nem is kell az illetőnek segíteni, ez a maga baja. Jézus azt mondja, hogy a szegények, azok nem kell a szomszédba menni, azok ott vannak a kapunk előtt, és ezzel figyelmeztetni akar bennünket, hogy a mi hitünknek meglegyen ez a szociális vonatkozása. Kétségtelen, hogy az egyház sokat tett, meg sokat tesz ma is ezért. De a gyűjtésekben ott nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy az, hát az megvan, de az egy kicsit személytelen. Jézus azt akarja, hogy személyesen törődjünk vele azokkal, akik ott vannak a környezetünkben régen te én emlékszem rá, a falunk az milyen hívő keresztény falu volt. Nem kellett akkoriban úgy külön megszervezni különböző dolgokat, hanem a falu maga tudta. Volt egy szegény ház, mesélte édesanyám, és akkor beosztotta a bíró, hogy ezen a héten kivisz oda majd reggelit, ebédet vagy vacsorát. És a falu gondoskodott a szegényeiről. Záró gondolatként és egyúttal feladatként azt tenném az elmélkedés középpontjába, hogy hogyan viszonylok én a szegényekhez. Törődök-e velük? Észreveszem-e őket? És igyekszem-e segíteni rajtuk? Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amennyiben tetszett a videónk, kérem, hogy szóljatok másoknak is hogy ők is iratkozzanak fel, és ö, tudjanak bennünket követni a feltámadás irányába, a húsvét felé, és hogy mi is eljussunk majd Ábrahám kebelére.